Nagyon jó mérkezés volt szerintem, végig koncentrált volt a csapat, nem volt egyszerű az időjárás miatt, elég nehéz volt a pálya, úgyhogy, úgyhogy végig koncentráltan kellett játszunk, és szerintem tényleg egy csapatmunka volt ez a, ez a mai győzelem nagyon örülök, hogy kétszer be tudtam találni, főleg, hogy, hogy így hamar meg tudtuk szerezni a vezetést, ez, ez fontos volt a szeredellem, mert, mert ha akár 0 0 -a bemegyünk a szünetbe, azért ezen a pályán nehéz lett volna a másik fél jól zárni, úgyhogy, úgyhogy, szerintem szép csapatmunka volt tényleg. Nyilván szerettem volna még egyet lőni, de, de a fontos az volt, hogy, hogy a csapat győzön, és tényleg, hogy ötöt öt, öt tudtunk rúgni, lényegtelen volt, hogy ki, ez nekem nem, nem annyira fontos, hogy hogy én rúgjam a, a mind az öt galt, hanem tényleg, tényleg az, hogy nyerjünk. Nem kaptunk galt ismét, úgyhogy, úgy néz ki, a védekezés még jobban összeállt, és, és most előrefele is elég aktívak voltunk. Szerintem egyre jobban összeérik a csapat. Európa Liga alatt is, és azért jó, jó, jól játszottunk, a Minsk az egy, az egy, nehéz mérkőzés volt itt is, ott is, de, de úgy gondolom, hogy folyamatosan tényleg azért tudunk ilyen eredményt elérni, mert, mert nagyon jó a közösség, és és nagyon jó barátok vagyunk pályán kívül is. Mellette egy jó, jó, szakmai munkát végzünk szerintem, ami, amihez azért idő kell, hogy, hogy, teljesen úgy működjön, ahogy a stáb szeretné. De azon az úton vagyunk szerintem, és folyamatosan jobb teljesít nyújtunk. Szerintem ez a, ez a válogatott szünet most így jól jön, hogy, hogy egy ilyen győzelme, egy ilyen győzelemmel tudunk belemenni, úgyhogy Szerintem ez, ez, ez most a legjobb pillanat erre, hogy egy ilyen 5 0 győzelemmel zárjuk. Nehéz egy 5-0 mérkőzés után is egy szlovánnal játszni, mert, mert azért tényleg nagy az önbizalom, ugye, ilyen fölényi győzelem után. Úgyhogy szerintem azért most ezt el kell engedni, ki kell pihenni. Szerintem a következő hét az nem lesz egy egyszerű hét nekünk. De biztos, hogy, hogy a hétvégén azt majd pihenéssel tudjuk majd tölteni, és akkor tudunk készülni a szlovánra teljes gőzzel. Igyekszem minél többet segíteni a, a csapatnak, minél több gólt szerezni, ugye ez a saját karrierem szempontjából is fontos, úgyhogy gól éhes vagyok folyamatosan, és, és szeretnék minél több gólt lőni a szezonban, úgyhogy próbálom tartani ezt a formát.